Sziasztok, ez itt az Életsava Borcsa legfrissebb epizódja, és a konyhában nem vagyok egyedül, mert itt van velem Farkas Franciska. Köszönöm. Szia! Szia, Borcsa! Sziasztok. Akivel meglepő módon nem mosni és töregetni fogunk, hanem főzni, méghozzá mit? Sushit. Mert ez az egyik kedvenc kaját, az édességen kívül. Mikor először készítettem sushit, ugye hát igazából csak makikat tudok csinálni, akkor van egy japán, egy félig japán, félig magyar ismerősöm, japán Sanyinak hívjuk egyébként, vagy hát Sanyinak hívják. Ja, hívhatjátok volna kínai Sanyinak. Igen, de hát japán. És akkor mondtam neki, hogy hát ugye ők nagyon profik ebben a sushi készítésben, mert hát abszolút tradicionálisan készítenek sushit. És akkor mondtam neki, hogy Sanyi, csináltam sushit. És akkor erre rám nézett, és azt mondta, hogy sushit. Vagy ilyen teket. Akkor mi most a tekettel fogjuk elő. Köszönöm a bizalmat. Úgyhogy igen, mert hogy a rizs készítés, azt nem tudom, hogy én örülnék, ha elmondanád, hogy csináltad. Mert hogy én hogy szoktam, az egy megint egy másik dolog. Ugye én sokszor szoktam átmosni. Tehát, hogy így kezdődik, hogy nagyon sokszor kell elvileg átmosni. Azt kell. Én évekig főztem új rizst, és ezt majd légy szíves, vágjátok ki. Köszönöm szépen. Évekig főztem új rizst, hogy egyáltalán nem mostam át, és a mai napig is előfordul, de tudom, hogy a keményítőt kell belőle elvileg kimosni. Így van. Na, így én van. Ezt mindig skipeltem, ezt a dolgot. De nem mondom, hogy nagyon kemények lettek tőle a rúdjaim. Hát nem tudom, hogy egyébként más, mondjuk az ilyen előfőzött, vagy az így gyors rizseknél, nehéz szó, ott azért nem biztos, hogy erre szükség van, mert igen, ez egy másik fajta. Meg nincs ilyen gyors cucc, ott nem? Nincsen, igen. És akkor ugye addig kell mosni, amíg kb. Áttetsző nem lesz az a víz, amiben ázik. Ilyenkor lekapcsolom a konyhában a villanyt, nem látom, amennyire áttetsző, és akkor meg is áttetsző. Igen, és akkor utána ugye van ez, hogy ki kell teríteni, hogy megszáradjon, és akkor ugye rizsecettel kell meglocsolni, és akkor nem tudom, én így szoktam. És akkor igen, nagyon szépen köszönöm, hogy ezt az elején elmondtad, mert most már kicsit ilyen hájókovácsnak érzem magamat. Eddig azt gondoltam, hogy tudok sushit csinálni. Nem most, tudom. Most sajnos kiderült, hogy igen, nem, tehát én nem szoktam kiteregetni, de ebbe egyébként van rizsecet is, meg kis cukor, mert állítólag azt kell bele. Én kaptam annyira autentikusan, hogy én Kanadából kaptam egy japán sushi készítő könyvet, és az alapján szoktam ezt csinálni. És akkor ott meg vagy megfőzöd a rizst, és akkor a végén nyakon öntöd egy kis ecetes, cukros, sós vízzel. Igen. Hát akkor nézzük meg, jó, hogy... Nézzük de mondtad, hogy te csak maki sushit csinálni, és igen, arra gondoltam, hogy én meg el fogom neked most venni a nigiri szüzességedet. Oké. Okay. Mert képzeld el, hogy nekem van egy ilyen, amivel relatíve egyszerű. Ú, de király. De benne, tehát, nem tudom homokozni. Aha, igen, persze, volt, nem tudom. Mostanában is elég sok gyerek van körülöttem egyébként. Tényleg? Minden ismerősömnek van már gyereke, vagy és kettő. Akkor kell velük elni homokozóba. És akkor mindig megyünk, igen. A legjobb az volt, amikor eltörtem a lábamat, és úgy kellett menni a gyerekeimmel a homokozóba, és miután levegtek rólam a kórházba a gipszet, de az alól minden előkerült, amit a homokozóba megtalálsz. Formák, nagymama, mindened ebbe volt szorulva. Figyelj, viszont mivel ez biztos, hogy nem most fog elkészülni, hanem még kell egy kis idő, mi lenne, ha innenk egy pohár gyümölcslét, hogy addig soha már éppen kérni akartam, hogy esetleg valami gyümölcslé nincsen. Figyelj, csak egyszer láttam rólad egy videót, igen, ahol előadtad a saját performance-odat kétszer. Nagyon tetszett. Amikor rám seprű. Viszont nem csak az tetszett, ahogy így behúzod saját magadat. Az nagyon profi, ezt már légy szíves, mondd el nekem, hogy az hogy csinálod. Okay. De hogy az egész tulajdonképpen egy... Jaj, mi ez az egeres film? A macskafogó? A macskafogónak a táblája mögött történik. És neked effektíve van a lakásban egy ilyen macskafogós... Van. Na. Igen, ezt születésnapomra kaptam. Egyébként volt egy szülinapi bulim, ahol macskafogó buli volt, és akkor ott mindenki macskafogós karakternek öltözött be, és akkor ott az egyik ismerősöm csinálta ezt a képet, és akkor azért ki volt rakva a bejáratba. Aha. És aztán hazahoztuk egyébként a Döbrösi Laurával, akivel az Aranyéletben játszom együtt, egy ilyen görbe éjszaka ketten. Azt megkérdez meg, hogy. De ez elég nehéz ez a tábla, mert gipszkartonból van. Hogy jött neked ez a macskafogó mánia akkor ezek szerint? Hát figyelj, ez oké, okay, akkor ezt kérdezem, hogy mivel azonosultál, melyik szereplővel? Nem. Én mindig az a szőkepatkány szerettem volna lenni. Kuki?
Az a rózsaszín ilyen kis topos. Igen. A kuki. Igen. Mindig kuki szeretem volna. De én csak nézferisnyát hoztam. Igen. Hát figyelj, én kívülről tudom az egész filmet, oda-vissza. Szerintem én vagyok a legnagyobb rajongó. Szerintem. Bocsánat, az előbb félbeszakítottalak, ahol elkezdted mondani, ilyen. Hogy miért lett neked ez a nagy kedvenced. Nem tudom, az egész család egyébként gyerekkoromtól kezdve már így rá volt függve így a macskafogóra, és akkor egész gyerekkoromban azt néztük, hát nem tudom hány milliószor láttam, és szerintem zseniális, tehát hogy tehát minden idők legsikeresebb, vagy legpoénosabb, legszellemesebb, legeredetibb rajzfilmének tartom. Ugye most volt a digitális felújítása, azt nem tudom, mondhatom már egyébként, de hogy vagy beszéljek el? Bármit mondhatsz, kivágjuk. Ja, jó. Figyelj, ez egy olyan műsor, ahol csak ez lesz, amit én mondok. Te ja, így néha egy ilyen vágókép Franciskáról, egyébként meg én szerepelek ebbe. Flóra, ezt nem mondtam? Oké, de jó, lehet végül is. Nekem az is jó, hogy így itt vágom. Úgyhogy bármit bevállalhatsz, énekelhetsz is egyébként. Tehát, hogy okay, volt, azt tudod. Azt hiszem, mindenképp vágjátok ki, mert persze. Nem vállalom. De igen, szóval... Szóval az egész gyerekkorod a macskafogó körül pörgött. Nem lesz semmi dolga bizaránk, és megmondodva lehet méreg, vagy balta, vagy pisztoly. Egy pukkanás, és tudja jól, és akcióba lép ez a geng. És neked van ilyen nagyon nagy, ami ilyen óriási kulcs? Figyelj, képzeld el, hogy én imádom a rajzfilmeket, és nekem a legnagyobb drámám, de lehet, hogy itt akkor majd te fogsz tudni ebben nekem segíteni, igen. Hogy állandóan kiöregszenek alólam a gyerekek. Én nagyon szeretem, ugye egyedül nem szeretnék menni rajzfilmet nézni, és akkor ugye nekem van három húgom van, de abból kettő az 11, meg 12 éve fiatalabb. Aha. Úgyhogy jártam velük moziba. Akkor ők megöregedtek, már nem akartak velem jönni. Tényleg fölgyullad a hajam. Akkor utána elkezdtem babysitterkedni, akkor azokkal is lehetett menni, azok is fölnőttek. Utána szültem két gyereket, azokkal is jártam rajzfilmet nézni, ők is fölnőttek. Úgyhogy most igazából ilyen gyerekhiányban vagyok, nem szeretnék több gyereket szülni annak érdekében, hogy rajzfilmre tudjak menni. De például a Toy Story. Oh. Én olyan szerelmes volt. Nem tudtam eldönteni, hogy kibe vagyok szerelmes, a Buzz Lightyear-be, vagy a Woody Sheriff-be. De aztán úgy döntöttem, hogy igazából nem kell választanom. Igen. A végtelenbe és tovább. Csak a pászorlányket kell így eltüntetni, hogy kibontakozhasson a szerelmünk Woody Sheriff-fel. Nem semmi. Szóval ez, meg nagyon szeretem a szörnyertét. Ugye? Nagyon jó. És a végén minden egyes alkalommal elsírom magamat egyre hangosabban. Lehet, hogy azért nem akarnak velem a gyerekek kérdezni. Ott zakogok itt, taknyom, nyálam, egyőr folyik. Figyelj, hogy állsz? Mindjárt, bocsánat, kicsit ilyen. Eldumáltam az időt. Ja, de figyelj, én tökre ráérek, a többi vendéget nyugodtan akkor nem mondhatjuk. Na, kapsz egyet. Első nekifutásra. Jó, és hát nem tudom, ecetes víz, mert ugye tudod azt, vagy én nem úgy tudom, hogy mindig be kell ecetezni a... Tényleg? Aha. Akkor csinálok neked ecetes vizet. De nem mindegy. Vagy nem. De én most már úgy érzem, hogy te profi vagy ebben, úgyhogy nagyon örülök, hogy tanulhatok tőled. Hát ne viccelj, most ez az egy, amit tudok, az kész. De hogy igen. Így jó. Ja, és akkor ebben akkor ecetet? Igen. Kis rizsecetet kell, igen. És akkor úgy kell mindig, úgy kell megfogni. Aha. Na figyelj, akkor nézem, hogy csinálod. Mondtad, hogy lesz filmek, és akkor neked mi a kedvenced a macskafogón kívül? Hát nagyon nehéz választani, én nagyon-nagyon szeretem. Mondd ezt több kedvencet is, én úgy utána, amikor azt kell, mi a kedvenc könyvem, hát annyi van. Igen. De hát a Toy Story, meg ez a szörnyerté, tehát az összes ilyen, nem az összes, de azért elég sok Pixar. Nézem, hogy csinálom. Pixaros szeretek. Uh-huh. Hát meg a régi Walt Disney-ket, mondjuk az Oroszlán király, Aladdin. Uh-huh. Ezek az Oroszlán király, az szerintem zseniális. Tehát az nem is gyerekeknek de az olyan, való. Igen, az olyan szomorú. Az szerintem az egy konkrét király dráma. Igen. Tehát az egy komoly történet, tehát ez nem is, az egyáltalán nem gyerekeknek való szerintem. És ilyen magyar, mint a magyar népmesék. Hát a Szafi, Udas Matyi, akkor a Vuk. Lefelé hajlott a nap, búcsúzó, még betekintett az erdőbe, ahol hosszúra nyúltak az árnyak, és a gerlék halk kurrogása végigzsongott a halványuló tájon. A virágzó fák illata szinte észrevétlenül töltötte meg az erdőt, akár maga a tavasz, amely ezer pici meleg lüktető életet teremtett szerte a zöldülő fák gajain. Mocsarakban, barlangokban, öreg vastag ágak gyökerek korhat üregeiben. Fantasztikus. Figyelj, igazából nekem a te egész szakmád az ilyen varázslat, mert nekem eleve ott kezdődik, hogy így semmit nem tudok eljátszani, de hogy így tényleg semmit.
Ez a házasságomnál a hálószobában a probléma volt. De hogy például ilyen hosszú szövegeket sem bírok megjegyezni, mert elkezdem átírni, mert nehogy már Arany János például jobban tudja, hogy hogy akarta ezt írni, majd én azt jobban tudom. Ez a barátod, akiről mondtad, a, igen, a Japán Sándor. Igen. Ő aztán megkóstoltát a sushidat? Igen, megkóstolt. Hát mondta, hogy jó. De mondjuk nagy nyögvenyelve azért csak lecsúszott. Igen, hogy azt mondja, hogy hát eleve rizsfőző nélkül nem lehet rizst csinálni. Hogy akkor, vagy a rizsfőző az fontos nagyon. Figyelj, minden nélkül lehet mindent csinálni, csak azt kell mondani, hogy rusztikus. Szóval akkor ez itt most, kedves nézők, a rusztikus sushi. Amit akartam tőled még kérdezni, és a Szentesi Évi miatt is kérdezem, mert hogy én úgy tudom, hogy te találkoztál Angelina Jolie-val és Brad Pitt-tel. Statisztaként dolgoztam a filmben, a Jolie-nak a filmjében, uh-huh. Ez a Vér és Méz földjén. És akkor, hát akkor még nem színészkedtem egyébként, tehát akkor még semmi nem volt, se egy filmem, se semmi nem volt még. Modellkedtem, meg szociális munkásként próbáltam elhelyezkedni, de azért uh-huh. Úgy egyébként mellette azért úgy a szereplés, mint olyan azért úgy megmaradt, uh-huh. Mert azt úgy nem tudtam soha teljesen elengedni, mert gyerekkoromban ugye Harlekin gyerekszínházas voltam, és aztán utána meg nem vettek fel a színműre, és akkor azért gondoltam, hogy akkor én ezt hagyom ezt uh-huh. Az egészet, hogy akkor nem. De hát akkor mondom azért, amellett azért modellkedtem, meg néha elhívtak ilyen vizsgafilmek, vagy nem tudom, és akkor tudtam ilyen munkákat is, hogy statiszta. És elmentem dolgozni a Jolie-nak a filmjébe, de csak azért, mert hogy én tudtam, hogy fogok csinálni egy közös képet az Angelina Jolie-val, ez így lesz, mert hogy ez tök jól fog mutatni majd a portfólió, ja, amúgy ezt akartam csinálni, hogy ez tök jól fog mutatni majd a portfóliómba, és hogy ez biztos, hogy ez így lesz. Uh-huh. Na, és akkor elmentem a forgatásra, 3 napot forgattam, egyik nap se jött össze. Minden nap oda akartam menni közel. És egyébként nehéz így közel jutni a... Hát nagyon nehéz. Mondjam csúnyában, de hogy... De Grabowski példája előtted lebegett, és tudtad, hogy ezt nem fogod feladni. Igen, tehát ügynök vagyok, beépített ügynök. Misi az Abu 1514, szóval... Igen. Nem bírom ki. Ilyenkor figyel, indul, igen. Na, de hogy a... Egy asszisztens lányjal, akinek sajnos elfejtettem a nevét, azóta már... Nem, mert most már ő is fog érteni. Remélem, hogy valahogy egyszer csak jelentkezik, és akkor megmondja, hogy én voltam az, aki segítettem neked, emlékszel? De jó lenne. Na, szóval, hogy egy lányjal összebarátkoztam ott, aki ilyen asszisztensként dolgozott, és mondtam neki, hogy hát Léci, nagyon szeretnék közel jutni hozzájuk, hát kell fotót csinálni, ma van a születésnapom, blablabla. Aha, és tényleg akkor volt a születésnapod? Azt hiszem egyébként tényleg akkor volt. Bedobtad a születésnapját. Csak előző nap, vagy valami, november 5-e, uh-huh. És akkor ilyen tél, tehát hideg volt, emlékszem. Uh-huh. És akkor a jelenet, amit felvettünk, az a József Attila lakótelepen forgott, ott a házak között a parkolóba. Uh-huh. És az volt a jelenet, utolsó nap, mert ugye 2 nap, minden nap próbáltam oda jutni hozzá, de nem mondták, hogy ma már elmentek, ma nem lehet, bocs, nem. Uh-huh. Na és akkor utolsó nap bementem ilyen reggel ilyen 3:50, vagy ilyen rettenetes embertelen időpontba forgatni, hogy akkor hát nem fog összejönni, blablabla. És akkor láttam, hogy ja, megcsináltuk a jelenetet, az volt a jelenet, hogy kilakoltatnak minket a lakóhelyünkről, uh-huh. Úgyhogy így ott a parkolóba kellett állni, így nagy szomorúan így a bőröndökkel, egy ilyen bostyák menekült csajt kellett játszani. Oh. És akkor járunk a bőröndökkel, és akkor oké, felvettük a jelenetet, mondták, hogy that's over, köszönjük szépen, mindenki mehet amellett. Uh-huh. És akkor minket így elkezdtek így elterelni így a házak között. És akkor elindultam ilyen nagy szomorúan, hogy nem jött össze. És akkor egyszer csak visszanéztem, és akkor láttam, hogy a Jolie meg a Pitot beszélgetnek tőlem egy ilyen 100 méter, egy csak ketten. És hogy így nincs körülöttük így senki, tudod, így a kis halacskák így nem veszítődött körül. És akkor pontosan ez volt, hogy na, mondom, ez az én pillanatom, fogtam, eldobtam a bőröndöket, és így elindultam feléjük. És akkor gondoltam magamban, hogy most lehet, hogy leszed egy sniper valamelyik tetőről, vagy rámúlik egy biztonság, hogy nem érnek el, én most oda megyek. És akkor, ó, itt már kész is egy nigri. Igen, a többit te fogod csinálni, úgyhogy azért nyugodtan mondtam el. Na és akkor az volt, hogy oda mentem hozzájuk, és akkor előre kitaláltam, hogy mit fogok majd mondani, mert az, hogy hagyd csináljak egy képet, az annyira uh-huh. Ilyen unalmas.
És ebbe... a mentél is megkérdezhet, hogy bocs, te vagy az Elton John? Az is jó lett volna amúgy. Hú, nagyon király. Nem, amúgy a család... Nem, vissza. Ja, bocs, nem. Mi? Bocs, mi? Érdi, de megdöstem, mert először megcsináljuk a... Hát legyen a tetején valami szép, ne a rizs, nem? Ja, hogy ez a... Ez lesz a teteje. Ja, jó, okay. Tehát belerakod, amit szeretnél, mondjuk a, ezt, oda. Meg avokádó, meg amit csak szeretnél. Igen. Aztán rárakjuk a rizst, összenyomkodjuk. Ja, lehet, hogy ez jó ötlet volt, hogy ebbe így belemerítjük, mert... Ezt jó. Most, hogy tanultam tőled. Ja, így kell, tehát ugye ez a teteje. Igen, és akkor ezzel le fogjuk nyomkodni. Oké, értem, jó. Ezt kiszabadítom a lólát, hogy ne legyen útba. Jó, értem, jó. Szóval, ott álltatok, szóval, hogy akkor... le van csapva a bőröndöd, és te száguldasz. Igen, miközben megyek. Miközben a sniperek kipróbálnak téged így befogni. Igen, én megyek, de nagyon megyek. És akkor mondt a Jolly-nak kitaláltam, hogy mit fogok majd előre mondani. Tudtam, hogy nagyon gyerekcentrikus. Igen. Úgyhogy elővettem a legáltatlanabb formámat, és akkor mondtam neki, hogy hi, can I ask you something? És akkor mondta, hogy sure. És akkor mondtam neki, hogy my father... he's a very big fan, and he didn't speak with me since 3 years. And if I make a photo and send to him, maybe he call me. Mekkora egy franc vagy, te franciska? És akkor erre azt mondja Jolly, hogy oh. És elhitte. De a Brad Pitt az úgy vigyorgott a háttérbe. Amúgy szerintem ő érezte, hogy valamit útviság van. Na, mindegy, és akkor elővettem a telefonom, elvette tőlem a telefonomat az Angelina Jolly, és odaadta a Brad Pittnek. Mondta, így lopják a telefonokat ezek a Hollywoodi sztárok. Lehet, látod. És odaadtam, szóval, hogy tessék apa vigyet. De hogy így mondta neki, hogy akkor csinálj egy képet az apjának. Úgyhogy azt a képet, ahol a Jollyval vagyok, azt a Brad Pitt készítette róluk. Amíg ez az egész jelenet zajlott, addig a többi statiszta, akik ugye vissza-vissza fordulgattak, uh-huh. észrevették, hogy közben ez az egész ott zajlik, és hát itt idegesek lettek, hogy hát ők is. És megrohamozták. És akkor nem, hanem az a lány, aki az asszisztens saj, akivel összehaverkodtam uh-huh. közben, ő így látta, hogy ez így összejött nekem, és akkor így nem engedte oda az ember, és mondta, jól van, csináld, nyomjad, jól van. És akkor, de hát a Jolly látta, hogy hát ott az emberek már nagyon lázadnak, meg minden, és akkor úgy volt vele, hogy utolsó nap, jó, oké, és akkor oda ment a tömeghez. És hogy akkor lehet, hogy akkor alá lehet írni, meg minden. Na hát addig én ott maradtam a Brad Pitt-tel. Kettesben. Oh. És eredetileg az volt a tervem, bevallom őszintén, hogy lesmárolom. Mert arra gondoltam, hogy ha lesmárolom, de akkor tudja, hogy meg tudok élni. Na mindegy, ezt most lehet, hogy vágjuk ki egy kicsit, de hogy akkor biztos, hogy behívnak a Fábri Show-ba, meg ilyen helyekre. Hogy akkor egyből híres leszek. Ugye? Na de hogy lényeg az, hogy nem de tudom. De csak ezért szeretem volna lesmárolni. Igen, azért, hogy híres legyek itthon. Nem, egyébként nyilván ki akartam próbálni, hogy milyen. De aztán a Jolly miatt nem, hát olyan aranyos volt, meg minden. Megkímélted a házasságunkat, túl jó vagy hozzá. Megkímélted, el tudtam minek. Tessék. Mire föl? Akár le is párolhattad volna, de hát, ha most látja Brad Pitt ezt a videót, mert szerintem egész nap ilyen főzős videókat nézott. Biztos, hogy nézi, én tudom. És, majd akkor majd becsenget azért a lehetőségért. Igen. És akkor aztán mondtam a Brad Pittnek, hogy my father is a Jolly fan, but me, I'm a Brad fan. And I want to be a movie star in Hollywood. Igen. How can it be? És akkor mondta, hogy come to Hollywood. Ó, mondom, jó, majd holnap. Hát nem nagyon van semmi lehetőségem is. De figyelj, ezt értékelhetjük egy ilyen személyes meghívásnak, nem? Abszolút. És mondta, tehát nyugodtan bekopogtathatsz hozzájuk szerintem ezzel. Már jó pár évvel tett azóta, de igen. Szóval a lényeg az, hogy utána mondta, hogy akkor menjek ki Hollywoodba, mondtam, hogy hát nem tudok, hát mikor, és mondtam neki, hogy nem akarsz esetleg örökbe fogadni. És akkor így röhögött, és mondta, hogy jó, hát, hogyha nem tudok elmenni Hollywoodba, akkor készül. Akkor Hollywood jön hozzá. Akkor csináljak filmet Magyar uh-huh. Európába, és aztán valamilyen fesztiválra próbáljam bejutatni Hollywoodba. Uh-huh. És akkor egy évvel később kaptam meg a Victoria-nak a főszerep, ja, és akkor csináltam egy közös uh-huh. szelfit, és akkor mondtam, hogy ha lesz filmem, akkor el fogom küldeni. Igen. Igen. És akkor utána volt a izé, most ez így jó. Vagy hogy van ez? Nézd csak, azt nyomd rá. Nyomjam rá még jobban. Igen, nagyon jó vagy. Így, jól megnyomkodjuk. Ja, leszedjük a tetejét. Ezt ide borítod. Itt egy kicsit rá lehet segíteni, azért van az a kis ablak. Okay. És akkor nézd, itt ezzel a késsel elválasztjuk. És akkor nyugodtan ott a kis öveket, a ugyanígy ezzel a módszerrel, amivel csináltad, egy kicsit bevizezed a kezedet. Azzal így rá tudod tekergetni. Jó.
És akkor végül elküldted neki ezt a képet, hogy befutottál? Hát igazából nem. Még? Nem küldtem el még, mert nem tudom miért, nem. Hát ez már olyan régen volt, meg hát úgy sem. Meg most már kinek el a Brad Pitt, nem? Igen, nem tudom, ez egy jó sztori, meg örülök neki, hogy találkoztam velük, meg ilyen kedvesek voltak, meg minden. Meg igazából tök vicces a sorstól az, hogy tényleg azután, hogy beszélek ezzel a két világsztárral, egy évvel később megkapom életem első főszerepét, amit meghívnak Hollywoodba, ahol nyerek, mint legjobb színésznő. Hát ez az ilyen egész ilyen mi. Úgyhogy igazából nekem elég volt ahhoz, hogy kapjak egy ilyen lendületet, és most már örülök, hogy ezt csináltam, amit csinálok, hogy színészkedhetek, és hogy ebből élek, úgyhogy nekem ez bőven elég. Köszönöm szépen, utolpapokvám! Nagyon finom. Most, igen, elbúcsúzunk. A mindentől történik, az már nem a tűszemeteknek való, szerintem. Úgyhogy, sziasztok! Nézzetek minket máskor is! Sziasztok!